Sziasztok, én Hesfi vagyok, és ez a webfejlesztő kurzusunknak a második része. Ahhoz, hogy bármilyen jellegű programozást képesek legyetek végrehajtani, nyilván szükség van egy fejlesztői környezetre, ahol általánosan egyáltalán tudtok programozni. Ez bármi lehet lényegében, tehát sima jegyzetemben is akár megírhatjátok a kódotokat, vagy Wordben, hogyha éppen úgy van kedvetek, de nyilván felesleges lenne, hiszen vannak direkt erre kialakított különböző fejlesztő eszközök. Én most be fogok mutatni nektek hármat. Úgy hozta a sors, hogy pont az egyik, amelyiket be akartam nektek mutatni, nem elérhető, mert valamiféle szerver problémákkal küzdenek, de mutatok helyette egy alternatívát, ami jó lesz majd. Ezt javaslom, hogy töltsétek le, hiszen ezt a kurzust is azért úgy érdemes követni, hogy nyilván, hogyha csak hallgatjátok, nézitek, értelmezitek, akkor is hasznos lehet, de úgy érdemes ezt az egészet követni, hogy ti is csináljátok lényegében. Amit én használok fejlesztői környezet többnyire, akár munka közben is, az a WebStorm. Ez alapvetően egy 30 napos ingyenes trial verzióval rendelkezik, amelyet mindig megbírtok újítani. Ez egy nagyon-nagyon igényes fejlesztői környezet, amelyet majd későbbiekben részletesebben is be fogok mutatni, ezért nem nagyon akarok elmélyedni benne. Itt fent megtaláljátok a linkjét, ezt majd el fogom helyezni a leírásban is, hogy könnyebben lebírjátok tölteni. Hogyha nem zavart titeket ezt, hogy 30 naponta meg kell újítani, akkor érdemes lehet ezt használni. Azt még nem javaslom nyilván, hogy itt a tanulói karrieretek során ti megvegyetek rendes verziókat, de aki rendelkezik esetleg egyetemi e-maillel, az bizonyos ideig ingyen igénybe veheti a teljes JetBrains csomagot. Alapból ezek a JetBrains termékek szerintem nagyon-nagyon igényesek, nagyon minőségiek, és én nagyon szeretem őket. A másik, a leges legelterjedtebb verzió, amit hogyha máshol néztek tutoriált, valószínűleg ezt fogjátok látni, az a Visual Studio Code, amely rengeteg beépített függvénnyel rendelkezik. Talán ez a leges legelterjedtebb fejlesztői környezet a világon, szóval ne lepődjetek meg azon, hogyha ezt látjátok máshol. Ez is ugyanúgy könnyen kezelhető, és ezzel sem vagytok semmivel se hátrébb, semmit sem veszítetek, hogyha ezt használjátok, tehát ezt is bátran. A telepítésen nem szeretnék azért annyira végigmenni, nyilván itt a Download for Windows, pedig simán a downloadra kell kattintani, aztán pedig végignyomkodjátok, és mivel csak alapvető dolgokat készítünk, így nem nagyon szabad, hogy bármiféle probléma legyen, amire végigértek az egészen. Amit be akartam mutatni, az a jsfiddle.net nevezetű honlap, ahol könnyedén bírtunk volna lényegében különböző kódokat írni, anélkül, hogy regisztrálnunk kelljen, vagy letöltenünk bármit. Tehát ez egy nagyon jó kis alkalmazás arra, hogy egyáltalán kipróbálgassátok a dolgokat, amikor kíváncsiak vagytok, csak gyorsan. Viszont erre most nem volt lehetőség, így a codepen.io-t fogom bemutatni nektek, ahova miután regisztráltok, ez a felület fogad, és itt bírtok egy ilyen pent csinálni lényegében, és ez a pen arra jó, hogy annélkül, hogy letöltettem volna bármit, tehát látjátok, ez egy honlap, itt képesek vagytok létrehozni különböző dolgokat, és itt könnyen lebírjátok tesztelni HTML, CSS, JavaScript, hogy ezek micsodák, vagy mi az, amit ideivel írtam, ezt majd később mondani fogom, de ez is nagyon-nagyon jó, úgyhogy csak online, miközben nézitek a videót, szeretnétek kipróbálni valamit, hogyan működik, mi történik, ha megváltoztatjátok, mi történik, ha szétbontjátok, mert annak van a legtöbb értelme, hogyha ti magatok is azért csináljátok, egy kicsit belenyúltok, egy kicsit megcsavarjátok, esetleg nézitek azt, hogy hogyan lehetne azt adott dolgot fejleszteni. Tehát ez a három fejlesztői környezet, amit most igazából talán használni fogunk többnyire. Én a WebStormot használom, de aki a Visual Studio Code-ot használja, az sem veszít semmit, és azt sem tartom kizárnak, hogy valahol menet közben át fogok váltani az egyikről a másikra, majd pedig visszaváltok, ha éppen úgy van kedvem, hogy bármiféle ilyen verzióbeli probléma lenne, amiatt nehezen követhető lenne a tutoriál, akkor természetesen kommentbe írjátok, és akkor majd az adott helyen válaszolni fogok rá, hogy hogyan lehet az adott fejlesztői környezetben megoldani, de ez szinte az én véleményem szerint mellékes, pláne azon a szinten, amivel mi most foglalkozni fogunk. És innen folytatjuk majd. Ehhez voltam, sziasztok!